Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Fehérgyarmat város önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 15. Gyarmati Vígasságok ünnepélyes megnyitóján. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Tilki Attila urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Tisztelettel köszöntöm dr. Péter Csaba urat, Fehérgyarmat város polgármesterét. Nagy szeretettel köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a lengyelországi Niszkó városának testvértelepülésünknek polgármesterét, Julián Ozsimeket, Tomász Olegsakot, a városi tanács alelnökét, és Amanda Sudi kulturális referenst. Szeretettel köszöntöm az önkormányzat képviselőtestületének és a képviselőtestület bizottságainak jelenlévő tagjait, a városi egyházak, intézmények, civil szervezetek vezetőit, az állami és önkormányzati szervek vezető tisztségviselőit, nagy szeretettel köszöntöm a térség településeinek jelenlévő polgármestereit, és nem utolsó sorban tisztelettel köszöntöm rendezvényünk támogatóit, szponzorait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az augusztus 20-ához legközelebb eső hétvégét a naptárak nem jelzik piros betűvel, azonban minden fehérgyarmati számára ünnep, hiszen a Gyarmati Vígasságok rendezvénysorozat kiszámítható időpontját jelenti immár 15. éve. Ünnep azért, mert ebben a néhány napban az egyébként nyugodt kisvárosi élet felpezsdül, és a hagyományőrző koncepció kiválóan ötvöződik a modern fesztiváli hangulattal. Ünnep azért is, mert sokak számára a vigasságokon való részvétel jelenti a nyár egyetlen kikapcsolódási pontját. És végül ünnep azért is, mert a rendezvény egyszerre teremti meg a lehetőségét a családi összejöveteleknek, a baráti beszélgetéseknek, a különleges gasztronómiai kulturális élményeknek, a koncerteken való részvételnek, a vásári forgatag élvezésének, egy szóval tehát a felhőtlen szórakozásnak. Ezen bevezető gondolatok jegyében a 15. Gyarmati Vígasságok ünnepélyes megnyitására tisztelettel felkérem dr. Péter Csaba urat, városunk polgármesterét. Tisztelt vendégeink, kedves fehérgyarmatiak! Fehérgyarmat város képviselőtestület és a magam nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 15. Gyarmati Vígasságok rendezvénysorozaton. A képviselőtestület már 15. alkalommal rendezi meg ezt a nagyszabású kulturális programsorozatot, és úgy, ahogy tanár úr előttem elmondta, ötvözi a hagyományőrzést a modern művészetekkel. Úgy gondolom, hogy egy olyan programsorozatot tudunk megvalósítani itt Fehérgyarmaton, amely a legapróbb gyermekektől a legidősebb korosztályig szórakozást tud nyújtani az itt élőknek. Én szeretném megköszönni Niszkó városának és polgármesterének, hogy elfogadták meghívásunkat, hiszen ők nagyon messziről jöttek ide, és igaz barátságuk jeléül megtiszteltek bennünket, hogy itt vannak a rendezvényünkön. Én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy testvértelepülési kapcsolat ápolására hajlandó áldozni mindenki a saját idejéből, és részt kíván azon venni, megtisztelve ezzel meghívóját. Mi is igyekszünk részt venni a Niszkó városában megrendezésre kerülő városnapon, így természetesen mi is el fogunk látogatni hozzájuk. Én kívánok mindenkinek a mai napra nagyon jó, és a holnapi napra is nagyon jó szórakozást, de mielőtt még megnyitnám a rendezvényt, azelőtt szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre, illetve támogatóinknak az adományaikat, hiszen ezt a rendezvényt nagyon sokan munkájukkal, adományukkal segítik, tehát hogy ilyen színvonalasan meg tudjuk rendezni, az ő segítségükre is szükség van. Én kívánok mindenkinek a gyarmati vígasságokra jó szórakozást, jó pihenés, jó kikapcsolódást. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen polgármester úr szavait. Megkérem dr. Tilki Attila urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, hogy mondja el köszöntőjét. Polgármester úr, polgármester urak, polgármester asszonyok, hivatalvezető asszony, tisztelt képviselőtestület, tisztelt kaputány úr, kedves fehérgyalmatiak, kedves térségbeliek. Érdekes érzés nekem itt köszöntőt mondani egy olyan rendezvényen, aminek a kialakulására én pontosan emlékszem, a 15 év plusz 1 évre nyúlik vissza, emlékszem, amikor Farkas Jánossal mi kitaláltuk egyáltalán az elnevezését is a programnak. És nagyon érdekes érzés úgy itt lenni, hogy a Ozsimek polgármester úr, Niszkó polgármestere első alkalommal látogatott ide a településre. Én is külön szeretném köszönteni. Lehet, hogy sokan tudják, lehet, hogy nem. Ez még annak idején az előző rendszeren nyúlik vissza a kapcsolat Niszkóval, tehát nem mi találtuk ki a korábbi vezetés, de hát ha a magyar-lengyel barátságot nézzük, akkor ennek a, ahogy az egyik lovas, gyalogos katona, lovasok mellett álló gyalogos katona is bekiabálta, ugye ugye ez az a mondat, ami azt jelenti magyarra fordítva, hogy magyar-lengyel két jó barát, hogy együtt harcol és issza borát, tehát a mi történelmünk az olyan, ami összefonódott, és ha nem illetlenség, akkor itt szeretnék gratulálni lengyel testvéreinknek, Piotr Liasek, rudugró világbajnoki ezüstérméhez, hiszen mi is nagyon büszkék vagyunk, hiszen Bai Balázs bronzérmet szerzett 110 méteres gátfutásban, tehát ha kérhetnék egy tapsot a rudugró lengyel világbajnoki ezüstérmeshez. És hát azért ez a program sorozat része, hogy a kitüntetések átadása is itt történik. Egy város, egy közösség mindig olyan embereknek próbál adni kitüntetést, akik a életük folyamán valami olyan dolgot csináltak, amivel tettek a közösséghez. És hát közeledünk augusztus 20-ához is, és nagyon fontosak számunkra, és talán minden egyes kitüntetett számára, beleértve magunkat is, akik nem vagyunk kitüntetettek, de egy közösségért vagyunk felelősek, legyen az egy kis falu, legyen az egy város, legyen az egy térség, amit annak idején Szent István az Intelmekben Imre herceghez megfogalmazott, hogy semmi sem emel fel, csak az alázat, és semmi sem taszít le, csak a kevésség. Talán ez nagyon fontos mondat mindannyiunk számára, a kitüntetettek számára és a magunk számára is, hiszen a munkánkat, az életünket csak akkor élhetjük jól és teljesen, hogyha alázatosan csináljuk meg azt, amit meg kell csinálnunk, amit az isteni gondviselés kitűzött számunkra. Én gyakran szoktam azt a idézetet is elmondani, amit annak idején a Paraynésisben szintén unokaöcsének Kölcsey Kálmánhoz írt Kölcsey Ferenc, amikor is a cseppekről ír, hogy mit ér egy csepp víz, önmagában semmit, de a milliómonként egyesült cseppek ereje felbecsülhetetlen. Tehát csak akkor lehetünk sikeresek itt Fehérgyarmaton, mindenki a saját maga közösségében, saját maga településében, ha tudunk közösen, egymásért felelősen gondolkodni, mint ahogy tudtak életük folyamán azok is, tudnak életük folyamán azok is, akiket a város most kitüntetésre érdemesnek tartott. És ezért örülök annak, hogy nem csak a város polgármesterével és a város képviselő testületével állunk itt a színpadon, hanem a Szatmári térség nagyon-nagyon sok polgármestere, települési vezetője itt van, hiszen ez azért azt sugallja mindannyiunk felé, akár egymás felé is, hogy tudunk közösen gondolkodni, és nem csak polgármesterek vannak itt, hanem itt ne felejtkezzünk el a szakképző centrum vezető asszonyáról sem, Leleszi Ágnesről, aki a Kisvárdai Szakképző Centrum vezetője, akihez tartozik az egyik fehérgyalmati intézmény. És nyilván, aki dolgozik, az hibázhat és szokott is hibázni, mindenkit nem fog tudni személyesen köszönteni, bár azért nagy eséllyel megpróbálnám a mögöttem állókat felsorolni, de biztos, hogy elrontanék valakit, ezért ne haragudjanak meg a mögöttem lévő kollégák, hogy külön nem köszöntök mindenkit. Én mindenkit köszöntök, és mindenkinek örülök, örülünk, akik itt vannak, akik megtisztelték a gyarmati igazságokat.
Ennek a rendezvénynek mindenki számára belülről kell jönnie. Ezek vagyunk mi, azok voltak az őseink, akik ott vannak lovan, ott vannak gyalogosan mellettünk, és ebben a 21. századi Európában, ahol igen komoly erők dolgoznak azon, hogy ezt az európai társadalmat, a magyar társadalmat, a józanul gondolkodó társadalmakat, mint például a mögöttem lévő lengyel társadalmat is, különböző csoportok betelepítésével egy kicsit átgyúrjanak, és ezt komolyan védekeznünk kell, és ehhez is nagyon jó partnerek a lengyelek, és ha már lengyelekkel kezdtem, akkor lengyelekkel fogom befejezni. Nagyon köszönöm a lengyel barátainak, fordítják egyébként nekik hátul, hogy a V4-ekben ilyen jól együtt tudunk működni, és Európának a nyugati részén, itt Közép-Európában felelősen, és normálisan tudunk gondolkodni Európa további sorsáról. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, kívánom, érezzék jól magukat! Köszönjük szépen! Ahogy képviselő úr is említette, már megszokhatták, hogy a gyarmati vigasságok keretén belül kerül sor a városi kitüntetések, elismerések átadására. Idén sem lesz ez másképp. A képviselőtestület minden évben olyan személyek munkáját ismeri el, akik egész életművükkel általános elismerést szereztek, vagy saját szakterületükön kiemelkedőt alkottak, vagy tevékenységükkel hozzájárultak Fehérgyarmatváros jó hírnevének növeléséhez, anyagi gyarapodásához. A következő percekben tehát ezen kitüntetések átadására kerül sor. Minden embernek kell legyen egy feladata ebben az életben, kötelességen belül, vagy azon felül is talán, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Vas Albert gondolatai alapján szeretném ünnepélyesen kihirdetni, hogy Fehérgyarmatváros önkormányzata képviselőtestülete a 78/2017 6. hó 29-én kelt önkormányzati határozatával díszpolgári címet adományoz Aranyosi László úrnak. Aranyosi László 1951. november 17-én született Szerencsen. Középiskolai tanulmányait Miskolcon, az ipari szakközépiskolában végezte, ahol érettségi mellé esztergályos szakképesítést is szerzett. Majd Nyíregyházán a mezőgazdasági főiskola gépész üzemmérnöki karán végzett 1974-ben. 1982-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen okleveles gépészmérnöki diplomát, majd 1988-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles ipargazdasági mérnöki diplomát szerzett. A fehérgyarmati járásban 1975-től a Gacsáj-Rozsáj termelőszövetkezetek kukorica iparszerű termesztési ágazatában gépészmérnökként dolgozott. Fehérgyarmatra a várossá válással egy időben került, ahol a Városi Pártbizottság ipari referenseként dolgozott 3 évet. Szervezte a város iparfejlesztését. Nevéhez fűződik a rozsdamentes evőeszközgyár, valamint az ipari műszergyár telepítése. Az utóbbinál az üzem igazgatójaként fejlett gyártástechnológiát telepített Fehérgyarmatra. Képesítése és a fehérgyarmati termelési eredmények kapcsán többször ajánlottak fel a nagyvállalatnál termelési igazgatói, vezérigazgatói kinevezést, de ő következetesen fehérgyarmati maradt. A rendszerváltás időszakában a csőd felé sodródó anyagyárról 1992 végére sikerült leválasztani a fehérgyarmati gyáregységet és Fevil Electric Kft.-ként üzemeltetni tovább.
Az 1993-as évben bekövetkezett privatizáció nem adott lehetőséget a csoportos dolgozói kivásárlásra, így részéről sem merült fel a gyár megszerzése. Helyette Varga István mérnök kollégájával elektromos szivattyúk tervezésébe kezdve megalakították az Elpumps Kft-t, amely napjainkra egész Európa területére értékesíti termékeit. Nős. Felesége tanítónőként dolgozott a Bárdos Lajos általános iskolában. Házasságukból két gyermek született. Tünde, édesanyja nyomdokain járva, a főiskola elvégzése után ugyancsak a Bárdos Lajos általános iskolában tanít. Fiúk, a Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnöki diplomát szerezve, szintén Fehérgyarmatra tért vissza, és édesapja mellett gyakorolja a mérnöki hivatást. Sikeres üzletemberként legnagyobb boldogságot négy csodálatos unokája jelenti számára. Fehérgyarmatra kerülésétől fogva részt vesz a megye, a város közéleti munkájában. A megyei Primon Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagja, a megyei Mikrohitelbizottság elnöke volt 12 évig. Valamint a Szatmár Fejlesztésért Alapítvány és a Fehérgyarmati Városi Klub egyik alapítója is. A város sportéletében aktívan vett részt, mint sportoló és mint sporttámogató is. A teniszklub elnöki időszakában igen komoly összefogással és anyagi tehervállalással megépítették a minden követelményt kielégítő pályákat, a klubházat, és 8 éven keresztül a fiatalok a legmagasabb szintet jelentő szuperligában teniszezhettek. A gyermekek teniszoktatását jelenleg is jelentős mértékben támogatja. A görögkatolikus templom építésében szintén jelentős részt vállalt, az egyházközség működésének is jelentős támogatója, de komolyan segített a római katolikus templom felújítása során annak anyagi hátterének előteremtésében is. Fontosnak tartja az oktatási intézmények támogatását. Közel egy évtizede alapította meg az Aranydeák díjat, amely a legjobb végzős gimnazistának nyújt jelentős anyagi segítséget az induló egyetemi éveikhez. Hasonlóan a közgazdasági szakgimnáziumban és a Bárdos Lajos általános iskolában is működteti ezt a támogatást. A Bárdos iskolában a legkisebbek iskola kezdését két osztályterem legkorszerűbb tanulóasztalokkal és billegésmentes tanulószékekkel történő beszerzésével is segítette. A város lakosságának bizalmából immár a második ciklusban is képviselőtestületi tag. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk, és további hosszú, boldog, egészségben gazdag életet kívánunk szerető családja körében. Ki annyi szívnek vállalja a gondját, nyakkendőnk ráncát lesimítja lágyan, nevel, veszekszik és vigasztal, ha kell. Jó indulat cseng mindig a szavában, ki közösségünk ügyes dolgait összefogja, mint partokat a híd, ma őt köszöntjük. Fogadja hát szívből hálánk gyermekes, félszeg szavait. Bősz Jenő úttörő versének gondolatai alapján szeretném ünnepélyesen kihirdetni, hogy Fehérgyarmat város önkormányzata képviselőtestülete a 79/2017 6. hó 29-én kelt önkormányzati határozatával pro urbe kitüntetést adományoz Molnár Károly úrnak. Molnár Károly 1937. december 27-én Egerlövő községben született. A tatabányával szomszédos Tarjánban nőtt fel. A bányászvárosban érettségizett, majd Budapesten az állami tanítóképzőben szerzett pedagógus diplomát.
A fővárosban ismerkedett meg az itt tanuló fehérgyarmati születésű Berecki Elzával. Főiskolai, biológia-történelem szakos és egyetemi történelem szakos oklevelet már fehérgyarmati lakosként szerzett a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ugyanis 1962 óta városunkban él, ahova felesége révén került, akivel 1961-ben kötött házasságot Budapesten. Ekkor a 36. számú szakmunkásképzőben tanított. Az azóta immár tőzsgyökeres fehérgyarmativá, igazi lokálpatriótává vált Molnár Károly, a fényes szelek nemzedékének a világot rozsdás sarkaiból kiforgatni akaró lelkesedését hozta magával Pestről. A Petőfi Sándor úttörő csapat vezetője lett, és tanított is az iskolában. Felesége az akkor megnyíló kórházban, illetve bölcsődében lett gondozónő, és 40 év munkaviszonyt követően innen ment nyugdíjba. Szűkebb hazánkban ott volt a bölcsőnél és a koporsónál. Jellegzetes alakja feltűnt szinte minden kulturális rendezvényen, a május elsejei felvonulásokon, mint kommentátor, de ott volt a Mikulás esteken, a névadókon és a társadalmi temetéseken. Nekrológiai gondosan megformáltak voltak. Jó stílusát tanúsítja, hogy a TIT járási elnökeként is színes, érdekes előadásokat tartott a járás falvaiban. Sokoldalú ember. Mesterséget címerét csak azért nem rajzolhatjuk meg, mert egyetlen pajzsra alig ha férne rá az úttörő nyakkendő, a síp, a fényképezőgép, a töltőtoll, a mikrofon, a trombita és a sátor. Ő volt a nagy kombinátor és a nagy trombitátor, a gyarmati gyarmatosító, a világutazó és felfedező, a mindentudó tudósító. Ő volt a televirtuóz, a meghatalmazott konferencié, az énekkar hőstenorja és a kommunista pap. Főfoglalkozása történelemszakos tanár, de tanított már testnevelést, matematikát, fizikát, élővilágot, kémiát, rajzot, éneket, sőt, még latin nyelvet is. A több alkalommal országosan is elismert Petőfi Sándor úttörő csapat vezetője volt, de ő volt a szakmunkásképző első igazgatója is. Sőt, a helyi szakközépiskolában óraadóként politikai gazdaságtant, illetve történelmet is oktatott, és érettségiztetett is az intézményben. Fehérgyarmati ténykedése első időszakában az ipari iskolában 4 ízben országos díjat nyert énekkart és néptánc csoportot is működtetett. Előbbi a Szovjetunióba, utóbbi Lengyelországba is eljutott. A 142. számú ipari szakmunkásképző intézetben rendszeresek és színvonalasak voltak az iskola rádió adásai, tartalmasak a klub délutánok, a közös mozi előadásokat filmankétok követték. A fúvós zenekarban alapító tag volt, és kollégáival együtt fújt. 1975-től ismét úttörős lett. Csapatvezetőként jól érezte magát a gyerekek között. Tivadaron, a Balatonon, de országjáró kirándulásokon is. Szervezett utakat Székelyföldre, Bulgáriába, Jugoszláviába, Lengyelországba. 1976 óta a Potsdamtól nem messze lévő Werderbe és környékére járt családjával és 40-50 úttörővel. Ezen kívül az Ibusznak és az Expressnek is hozott össze csoportokat, és járt velük Ausztriába és Törökországba is. Az utazás mellett nagy szenvedélye volt az amatőr újságírás. Cikkeit maga kopogta le írógépen, fényképezett, laborált, fotószakkört is vezetett a művelődési házban. Az anyagokat a Nyíregyházára menők vitték a szerkesztőségbe. Több országos, pajtás, dörmögő dömötör, ifjúsági magazin, úttörő vezető, magyar ifjúság, iránytű, szövetkezeti hírlap, munkásőr, magyar rendőr, szövetkezet és megyei, Kelet-Magyarország, Szabolcs-Szatmári szövetkezetek, Tangazdaság, Esze Tamás népe, Dohányfermentáló, Szabolcsi ifjúság lap is fogadta tőle a szatmári térség eseményeiről szóló fehérgyarmatot és a vidéki településeket népszerűsítő híreket. A különböző újságokban megjelent, fehérgyarmatról szóló cikkeket összegyűjtve megőrizte 2 bekötött nagy könyvben, és ezt a Városi Könyvtárban őrzik. Ugyancsak megőrizte 25 év fénykép felvételeit. A több ezer fotó, mint egy multidéző dokumentumként DVD-n megnézhető.
Fehérgyarmati tudósító lett a Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójánál. Imádott mikrofon közelben lenni, szeretett szerepelni. Tagja volt a Városi Énekkarnak, és többször bemutatkoztak külföldön is. A Városi Televízió beindításával, Bojáki Attilával együtt nagy érdemeket szerzett. A Városi TV után létrehozott Szamos TV-ben egészen a médium megszűnéséig szerkesztő riporterként dolgozott. Ezekről rendre írt és fényképezett is a Kelet-Magyarországba. Anyagai a Kölcsei TV-ben, a Debreceni Regionális Stúdióban, a Duna TV élő adásaiban és az M1 agrárműsorában is szerepeltek. 60 éves korában, 1997. december 27-én, 40 évi szolgálat után a Bárdos iskolából ment nyugdíjba. A nyugdíjat követő évtized a Szamos TV és a Kelet-Magyarország révén a legtermékenyebb időszaka volt. Megkapta az év tudósítója díjat is. A Szamos TV megszűnte után még 5 évig a Városi TV-ben heti rendszerességgel volt műsora. 75 évesen fejezte be a riporteri munkát. Nyugdíjasként tévét néz, internetezik és szívesen hallgat zenét. Nem iszik, nem dohányzik, nem kártyázik és nem vadászik. Mindene a család. Feleségével immár 56 éve él boldog házasságban. Fiúk kiváló zenész volt. Zongorát oktatott a helyi általános iskolában. Sajnos csak pár hónapig, ugyanis 1988. december 28-án egy közlekedési baleset vétlen áldozataként elhalálozott. Lányuk óvónői szakközépiskolában Máté Szalkán végzett, majd felsőfokú diplomát szerzett, és ma is óvónőként dolgozik Fehérgyarmaton. Két fiú unokájuk közül a kisebbik is befejezte tanulmányait közgazdászként, már a mesterszakot is elvégezte. Mindketten dolgoznak már. Amellett nagyszüleik és szüleik büszkeségére zongoráznak, gitároznak, zenekaruk van, és egy-egy csodálatos dédunokával is megajándékozták nagyszüleiket. Molnár Károly, aki decemberben lesz 80 éves, boldog ember. Mind a magánéletében, mind a munkájában. Utóbbiban azért, mert hagyták dolgozni, és azt csinálta, amit szeret. Oktatónevelő és kulturális tevékenységét több helyi, megyei és országos kitüntetéssel ismerték el az évek során. Nem káptalan az ember feje, tartja a mondás. Az övé alig, ha nem az. Kompjúterfej. Tulajdonosát nem lehet uniformizálni. Egyedüli példány. Unikum. Bárhol megfordul, pezsegni kezdett a levegő. Nem ismert lehetetlent, és nem ismert megoldhatatlan feladatot. Nem tudta, mi a lámpaláz, a mikrofonláz, az izomláz. Bámulatos munkabírásával a közösség bérmunkása, a szürkék hegedőse volt. Sok húron játszott, és amikor csak teheti, játszik ma is, nekünk, értünk, polifon zenét. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk, és további hosszú, boldog, egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk neki szerető családja körében. Nem nőttem fel még ehhez a mikrofonhoz, de majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fekete Tibor kollega, úgyis mint középiskolai tanár, de úgyis mint felhatalmazott műsorközlő, riporter, kommentátor, azzal kezdte, hogy a képviselő testület hagyottak a döntése alapján állhattak itt Aranyosi kollégám, illetőleg majd állhatnak itt még mások is. Ahhoz azonban, hogy mi ide állhassunk, valóban az kellett, hogy hagyják az ember dolgozni. Én úgy kerültem ide, hogy anyósom, Kövér Tibor kollégának, aki akkor művelődési osztályvezető volt, szólt, hogy lenne az ő veje egy pedagógus, aki szívesen eljönne Fehérgyarmatra. Szerdán 55 esztendeje, hogy én Fehérgyarmatra kerültem. Nem gondoltam, hogy 80 évesen még itt fogok állni, és átveszek egy ilyen szép kitüntetést. A beszédben, amit kollégám elmondott, utalt arra, hogy jól érzem magam, mert hagytak dolgozni.
Valóban így van, mert Kövér TV, Kónya Jóska, de Balogh Kálmán igazgató kartársnő, Molnár Elemér, nem utolsó sorban Száraz Károly, nem szóltak bele abba, hogy én mit akarok. Örültek annak, hogy sikereket érek el. Természetszerűen otthonról is megkaptam a támogatást, és így könnyű volt. Könnyű volt évtizedeken keresztül végighordani fél Európán, fél százni diáksereget, úgy, hogy soha semmilyen bajunk nem volt. Nem volt egy baleset, nem volt olyan, hogy hazajövünk és valakit nem hozunk haza. Na tény, hogy évek múltával, amikor az ember ide jut, hogy no, kapok én egy kitüntetést vagy sem, akkor el kell gondolkodni, hogy hogy is van ez. A önkormányzati rendeletben az van, hogy kell egy fehérgyalmati állampolgár, aki vállalja, hogy összegyűjt 50 aláírást. Olyan aláírás, akik azt mondják, hogy hát ez a harcos érdeme valamit. Már ez egy nagy dolog. Nagy dolog az, hogy aki végigjár, 50-60-70 ember sikeresen jár, és azt mondja Piti Palko, hogy tényleg, adjunk valamit ennek a fiúnak. Eljutottunk idáig, a képviselőtestület dúskálhat a javaslatokban, és utána dönt arról, hogy ki mit kap. Szerintem nincs ebben rangsor. Én Aranyosi Lacit és Évát idekerülésük óta ismerem, a gyerekeit tanítom. Jó helyre került. Már, ami az ő kitüntetését illeti. Ilyenkor sokakban megfogalmazódik. Gondolom, hogy így lesz a folytatást illetően is. Hogy az mérő. Hát most hallhattunk egy komoly összefoglalást. Most nem rólam van szó, hanem az elődömről. És hiszem, hogy azok, akik utánam jönnek, gondolom nem méltánytalanul kapják majd meg azt az elismerést. Adi Endre szavai kerültek ott Fekete Tibor kollégám jó voltából megfogalmazásra a szürkék hegedűsét illetően. Én, mivel aranyéforduló is van, ha már Parciumban, Székelyföldön járunk, akkor idézném Arany Jánosnak sok értékes gondolata közül az, hogy az életet már megjártam, nem azt adott, amit vártam, néha többet, kérve-kelve kevesebbet. De itt vagyunk, és élünk, és dolgozunk, és remélem, hogy majd állhatok itt máskor is. Restelem, hogy elérzékenyültem, mert Fekete Tibor kollégám, aki még egyszer középiskolai tanárként is kollégámnak tekintek, de így itt a mikrofon előtt állóként is, azt mondta, hogy nincs izomláz, nincs mikrofonláz, van. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a kedves szavakat. Sokak életéhez van közünk, némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket. Az sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkánk rejtett és névtelen. Az országos mentéstechnika meghatározó személyiségének, a néhai dr. Felkai Tamásnak elhíresült gondolatai alapján szeretném ünnepélyesen kihirdetni, hogy Fehérgyarmat város önkormányzata képviselőtestülete a 81/2017 6. hó 29-én kelt önkormányzati határozatával kiemelkedő munkáért elismerést adományoz Szent Mihályi János úrnak. Szent Mihályi János 1946. április 8-án született Gávamencsellőn. Általános iskolai tanulmányait helyben végezte,
majd Nyíregyházán tanult tovább géplakatos szakon. Középiskolai tanulmányai után a MÁV-nál dolgozott. 1972-ben megnősült, és ebben az évben kerültek Fehérgyarmatra, ahol az országos mentőszolgálat dolgozója lett. 1978-ban szerzett mentőszolgálói képesítést. Feleségével nagy szeretetben nevelték két gyermeküket. 1984-ben tagja lett a Magyar Vöröskereszt szervezetének. Ennek kapcsán 1984 óta végzi a közép- és általános iskolások felkészítését versenyekre elsősegélynyújtásból. Ugyanebben az időben kezdődött a gépjárművezetési tanfolyamokon a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elsősegélynyújtás vizsga, az amelyre történő felkészítést napjainkban is ő végzi. 2007-ben ment nyugdíjba. A katasztrófavédelem aktív segítője. Az önkéntes mentőcsoport alapító tagja. A gyakorlatokon rendszeresen részt vesz, valamint a tűzoltók elsősegélynyújtás oktatását végzi, szinten tartja. A katasztrófavédelmi rendezvényen részt vesz és segít a lebonyolításában. Például az autómentes nap alkalmával civil szervezetek kérésére újraélesztés és elsősegélynyújtási bemutatót tart. Ameddig egészségi állapota engedi, addig ezt a tevékenységét folytatni kívánja. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk, és további hosszú, boldog, egészségben gazdag életet kívánunk szerető családja körében. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ésaiás próféta könyvének igéje alapján szeretném ünnepélyesen kihirdetni, hogy Fehérgyarmatváros önkormányzata képviselőtestülete a 82/2017 6. hó 29-én kelt önkormányzati határozatával kiemelkedő munkáért elismerést adományoz Turánszky Ferenc úrnak. Turánszky Ferenc Porcsalmán született 1957-ben egyszerű szülők gyermekeként, akiknek az életében fontos és meghatározó szerepet töltött be a hit, a vallás. Sorban az utolsó, legkisebb, harmadik gyermekként látta meg a napvilágot. Általános iskolai tanulmányait lakóhelyén folytatta, és választott szakmájaként a szobafestő szakmát sajátította el Budapesten. Ez a fővárosi tanulmányi időszak meghatározó jelentőséggel bírt élete egész elkövetkezendő időszakára, és mindig jó szívvel gondolt vissza ezekre az évekre. 1978-tól egészen 1992-ig a MÁV karbantartói részlegénél dolgozott. Nem sokkal a rendszerváltást követően 1993-ban az ő életében is jelentős változás következett be. A sors úgy hozta, hogy egyéni vállalkozóként kezdődött egy újabb fejezet az életében. A MÁV-nál töltött 14 év után szakmai pályafutásának ez a második fejezete a mai napig íródik. Természetesen mindez egy magasfokú elhivatottság, a szakma szeretete nélkül ilyen intervallumban aligha valósulhatott volna meg. 1990-ben költözött Fehérgyarmatra, és azóta egyfolytában városunk lakója. Közvetlen, barátságos természetével, a világra való nyitottságával könnyen beilleszkedett a városban élő lakóközösségbe. Azokhoz a munkákhoz, feladatokhoz, amelyek megadattak neki az életben, mindig megbízhatóan, lelkiismeretesen állt hozzá, evidencia volt számára, hogy minőségi, precíz munkára a tőle telhető legjobbra törekedjen. A segítőkészség alap volt, és mindig is az életében. Családja, barátai és az a közösség, ahol ő az életét élte, mindig számíthattak rá.
20 éven keresztül, 1993-tól 2013-ig a Római Katolikus Egyház helyi, világi elnökeként aktívan kivette a részét az egyház szolgálatából is. Soha nem érezte ezt tehernek, az egyház a vallási közösségének a szolgálat jól megfért életének az egyéb területeivel. Sokat adott szűkebb és tágabb környezetének, de ő is nagyon sokat kapott vissza. Erősítette őt az, hogy elismerték munkáját, tevékenységét. Barátságos természetű ember, aki mindig nyitott a világra, a szakmai precizitás mellett az önzetlenség is mindig alap volt az életében. Jó szívvel vett mindig részt a város rendezvényein, a különböző szabadidős programokban. Állandó tagja a Választási Szavazatszámláló Bizottságnak. Az egész szatmári térségben vállal munkákat. Magánemberek lakásai mellett számos közintézmény viseli az ő kezemunkájának a lenyomatát a térség településein. Fehérgyarmaton többek között a római katolikus templom belső festése is hozzáfűződik, amely nem kis szakmai kihívás volt számára. Ezek mellett a művelődési ház és a városi galéria megszépüléséből is aktívan kivette a részét. Családja, amely mindig számíthatott rá, számára is mindig ott állt biztos háttérként. És a stabil családi háttér, a szakmai elkötelezettsége, a munka, a hivatás és szeretete mindig motiváló tényező lesz számára, hogy aktív és nyitott legyen az ő lakókörnyezete, lakhelye, Fehérgyarmat városa hagyományainak, értékeinek a megőrzése irányába, élete elkövetkező időszakában is. Kívánjuk, hogy így legyen. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk, és további hosszú, boldog, egészségben gazdag életet kívánunk szerető családja körében. Hát nagyon nehéz megszólalnom az előttem megszólalóhoz, Bacsi bácsihoz. Én csak egy szót szeretnék mondani. Köszönöm. Közben kaptam az információt, hogy megérkezett körünkbe Kovács Lajos, az MVH igazgatója, és Guti László, a Magyar Államkincstár igazgatója. Szeretettel köszöntjük őket rendezvényünkön. Az ünnepségünket egy sportelismerés átadásával fogjuk folytatni. A fehérgyarmati SC U15 lánycsapata a megyei U15-ös foci lánybajnokságon harmadik helyezést ért el. A csapat edzője Szórádi László. A serleget és az oklevelet a csapat nevében átveszi Péter Hanna csapatkapitány. Gratulálunk sikereikhez! Thank you.
Gratulálunk nekik, és további sikeres szereplést kívánunk. A következő percekben testvérvárosunk, Niszkó település polgármestere Julian Ozsimek szeretne néhány szót szólni hozzánk. Panie pośle, panie burmistrzu, szanowni radni, mieszkańcy Fierdziormat. Mam zaszczyt w imieniu delegacji polskiej złożyć najlepsze życzenia z okazji waszego święta. Podobne święto obchodzimy w Nisku za tydzień, tak zwane święto chleba. Szczególne gratulacje składam zarówno posłowi, jak i burmistrzowi za dotychczasową wspaniałą współpracę kulturalną i oświatową. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwać nadal. Współpraca trwa już ponad 12 lat. Sądzę, że będzie trwać dalej, jak słynne powiedzenie, że Polak i Węgier to dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. Na pamiątkę dzisiejszego spotkania chciałbym burmistrzowi wręczyć ryngraf ziemi niżańskiej. Köszönöm szépen, polgármester úr, a meghívást a testvérváros részéről, és szeretné átadni a Niszkó település városházát tartalmazó festményt a városunk polgármesterének. Köszönjük szépen a beszédet, polgármester úrnak! Köszönjük szépen! Ezzel a megnyitó ünnepség, a városi kitüntetések átadása véget ért. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, a megtisztelő figyelmet, a kitüntetetteknek még egyszer szívből gratulálunk, és a kedves közönségnek pedig a Vigasságok hátralévő programjaihoz jó szórakozást és nagyon kellemes időtöltést kívánok!